Nagy történelmi időket élt meg ez a pult. Ez 1845-50-es évekbe készült. Azóta termeli az adót a magyar államnak. De, mert ezen bonyolodik le az élet. Ez van. Egyedüli volt az egész országban, ugye abban az időben Széchenyi. Mind akinek kellett komolyan szemüveg, és volt rá pénze, mert nem voltak olcsók ezek a dolgok. Igen, gyakorta volt, hogy például nem üvegből volt a lencse, hanem hegyi kristályból. Azért hívják a pápákat pápának, mert azoknak hegyi kristályból csiszolták ki a lencséit. És innen lett az, hogy a pápának a pápa szeme. Én jelentkeztem itten, mint tanuló, kereskedelmi után. Odahaza a fürdőszobába bezárkoztam, és ott próbálgattam összecsavarni a csiptetőket, mindent, hogy meg tudjam csinálni. Megkedveltek, 42-től szinte mondhatni, teljesen egymagam vezettem. A háború alatt sérült lettem, 3 emelet omlott rám, és jobb volt, hogy nem volt gyermek. Házasságom volt, nagyon jó ember volt az uram, sajnos már 36 éve, hogy nincs, de családom nincsen. Nagyon nehéz volt, mert mindenki vágyik a családra. De én olyan sok tragédiát láttam itt a pult mellett, akiknél hibásan született gyermek van, és azok teljesen tönkre mennek abba. Úgyhogy megfogadtam, hál' Istennek, nem volt gyermekáldás. Most ez a gazdasági helyzet eléggé rányomja a bélyegét mindnyájunknak a napi forgalmára. Ugye a nagy cégek olyan kedvezményeket adnak, amivel mi nem tudunk versenybe állni. Sok keretük semmire való, nem jók, nem a magyar koponya alkatnak megfelelő. Tehát megkapja a szemüveget, de nem az övé, nem az ő fejére való. A nagy halak megeszik a kicsiket. Az örök probléma. Én már a kontakttal nem foglalkozom. Már akkor is benne voltam a korba, de nem gondoltam, hogy ilyen magas kort megélek. De hál' Istennek, még jól látok, még eddig. Hogy aztán estére mi lesz, nem tudom, de még ma jól látok. Kicsi fiam, mi kell még? Mond, mert most már egy kicsit nehezen állok. Ja.